Kulturális csoportok felvonulásával, majd bemutatkozásával vette kezdetét a Rátka önkormányzata által szervezett Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál szeptember 1-i programja. Tirk Sándorné, a település polgármestere beszédében többek között arról szólt, hogy a 19. alkalommal megszervezett esemény is bizonyítja, hogy a német származású rátkaiak őrzik nyelvi, kulturális, tárgyi értékeiket. Szükség van arra, hogy nyugodtan beszélgethessünk, örüljünk egymásnak és feltöltődjünk testben és lélekben egyaránt, hogy el tudjuk viselni a mindennapok nehéz terheit. Hangsúlyozta beszédében a polgármester asszony, aki így folytatta. Ebben a gondokkal teli jelenünkben egyre éghetőbb szükség van a közösségi összefogásra, és azok lesznek erősek, amelyek összetartanak, egymásra figyelve építkeznek. A községben ezért szerveznek közösséget építő rendezvényeket, kiemelt figyelmet fordítanak a közösségi terekre, emlékeznek az egyházi és állami ünnepeken. Örülnek a színjátszóknak, az énekkarosok és a táncosok sikereinek, hangsúlyozta Tirk Sándorné. A megnyitót követően Németország, Lengyelország, Szlovákia, Erdély és hazánk fúvósai, táncosai, énektanárai léptek színpadra és mutatták be produkcióikat. Fein,